Egy több mint 2 milliárd forintos háromütemű Európai Uniós beruházás végéhez érkeztek Tokajban. A hegyaljai városban egyedülálló módon igazi kultúrnegyedet alakítottak ki, amelyre méltán lehetnek büszkék az itt élők. Az első projekt talán volt a zsinagóga felújítás, ez 360 millió forint, a második ütem a Paulo Ede Színház, ami ugye 930 millió forint, ez egy zöldmezős beruházás volt, és most ennek a projektnek a lezárásaként a Világörökségi Bormúzeum átadására fog sor kerülni, ami egy 560 milliós forintos beruházással fog zárulni, és ezzel a harmadik ütemmel kialakul a városban az úgynevezett kulturális negyed. Ez a kulturális negyed magába foglalja azokat az intézményeket, amelyek mind a kultúrát fogják szolgálni, és így a három projekt kapcsán azt kell mondanom, hogy majdnem 2 milliárd forintból valósulnak meg ezek a fejlesztések. A beruházás utolsó részeként hamarosan átadják a Bormúzeumot is. A régi serház épületéből világörökségi látogatóközpont lesz Tokajban. 2000 négyzetméteren 4 szinten foglal majd helyet az örökség turisztikai, többek között borászati és egyháztörténeti kiállítás. Azt gondolom, hogy a belső építész elengedte a fantáziáját, és 3 járművel lehet lesz beutazni Tokaj hegyalját. Ittól most vagyunk, itt hüllékballonnal tudjuk majd bejárni Tokaj hegyalját, és olyan élményben lesz részünk, mint hogyha fentről néznénk Tokaj hegyalját. A mellettünk lévő helységben egy autóba ülhetünk be, és egy autóval járhatjuk be majd Tokaj hegyalját, illetve van egy különlegessége is a háznak, hogy felülhetünk egy kerékpárra, és kerékpárral járhatjuk majd be Tokaj hegyalját, és olyan érzésünk lesz, ki se kell mennünk, hanem itt a házba felülünk egy kerékpárra, és akkor bejárhatjuk az összes települést Tokaj hegyalján. Egy civil szervezet kezdeményezésére az épületek által körbefogott belső udvar is megújul, ahol az úgynevezett Tokaj hegyaljai emlékparkot alakították ki. A park első szobra a Tokaj hegyalja geológiai térképét megrajzoló Szabó Józsefet ábrázolja.